Örülök annak, hogy az évfája Európában a pécsi Havihegyen található mandulafa lett. Fontos azon eltűnődnünk, hogy őseink fontosnak tartották, hogy a havas boldogasszony tiszteletére épült templom mellé ültessék el ezt a szép mandulafát. Vagyis ez a mandulafa e templom mellett arra hívja fel a figyelmünket, hogy Istenre tekintsünk, Istenre nézzünk. A Bibliában Jeremiás próféta könyvében az első fejezetben olvasunk arról, hogy Isten kérdezi a prófétát, mit látsz? A próféta így válaszol, virágzó mandulafát látok, Isten pedig így válaszol, én is így virasztok szavam fölött, hogy az megvalósuljon. Ez a mandulafa tehát, a virasztófa arra emlékeztet bennünket, hogy Isten viraszt az ember felett. Az ő szava mindig velünk van, az ő szeretete mindig velünk van. Ő hűséges Isten, az ő reményében nem csalódhatunk, mindig rábízhatjuk magunkat. Mit üzen ez a virágzó mandulafa itt pécsi Havihegyről, a havasboldogasszony kápolna mellől szerte a világnak? Alapvetőleg három dolgot. Mi is legyünk virasztó, őrködő emberek, akik őrködünk a teremtett világ fölött, óvva azt, vigyázva azt, és a teremtett világban Isten teremtésének ajándékát szemlélve. Virasszunk Isten szava fölött, gyakran olvassuk Isten szavát, bízzuk rá magunkat, engedelmeskedjünk az ő szavának, vagyis higgyünk Istenben, legyünk hűségesek keresztény hitünkhöz, nyitottak más kultúrák felé, nyitottak más emberek felé. És arra is hív bennünket ez a virágzó mandulafa, hogy őrizzük az embert, vigyázzunk az emberre, az emberi méltóságra, óvva, védve a méltóságát a fogantatástól egészen a természetes halálig. Vagyis arra hív bennünket ez a virágzó mandulafa itt Pécs városából, az egyházmegye felé, hazánk felé, Európa és az egész világ felé, hogy bízzuk magunkat Istenre rá, aki hűséges Isten, és ez a hűséges Isten arra hív bennünket, hogy őrizzük az ő szavát, higgyünk benne, oltalmazzuk a teremtett világot, és legyünk nyitottak a többi ember felé, testvérként fordulva mindenki felé. Thank you.